Sziasztok! Ezúttal a reneszánsz irodalom legfontosabb jellemzőjét fogjuk áttekinteni röviden. Ebben a videóban nem térek ki részletesen, csak nagyon-nagyon érintőlegesen a történelmi háttérre, illetve a más művészeti ágakról sem fogok beszélni. Biztos vagyok benne egyrészt, hogy órán, történelem órán, művészet történet órán, ének órán, ezeket részletesen átvettétek, amikor a reneszánszot tanultátok, és nem szeretném, ha ez a videó is nagyon hosszú lenne. Egyébként meg, hogyha valaki tudja a négy Tina Ninja Technőc nevét, akkor már teljesen úgy tűnik, mintha konyítana valamit a reneszánsz képzőművészethez. Tehát most az irodalomra fogunk koncentrálni. Vágjunk is bele. Azért nagyon-nagyon vázlatosan egy pár szót a történelmi és társadalmi Háttérről beszélek. Ugye itt a, a Reneszánsz kialakulása mögött egy nagyon erős, lendületes gazdasági fejlődés áll, és egy új társadalmi rétegnek, tudnélik a polgárságnak a felemelkedése és meggazdagodása áll. Ugye majd a polgárság lesz az, aki szép lassan, a, vagy a polgárság lesz a a vezetője annak a folyamatnak, ami, amelynek során majd szép lassan a, feudalizmus is felbomlik, és egy új társadalmi rend jön létre helyette, de ezt töri órán úgyis részletesen át fogjátok venni. A lényeg a lényeg, hogy a reneszánsz kialakulásának mozgatórugója és szponzora természetesen a felemelkedő és meggazdagodó polgárság. Ugyanis ez a polgár, és a, a folyamathoz hozzájárul az is, hogy ez a, a polgárság, amellett azzal párhuzamos, hogy egyre gazdagabb lett, ugye elsősorban a kereskedelemből, illetve a, a bank szektor működtetéséből, ezzel párhuzamosan egyre erősebb, egyre inkább politikai hatalmat is követel magának, tehát egyre inkább ura akar lenni a saját életének. Ez a folyamat egyébként Itáliában kezdődik meg. Észak-Itália leggazdagabb, legerősebb városaiban, Velencében, Firenzében, Genovában, Pízában. De ha egy várost kell mondani a reneszánszhoz, akkor az mindenképp Firenze. Tehát ezekben a városokban ez a kereskedő polgár réteg meggazdagodott, politikai önállóságra is szertett, miután kiheverték a népvándorlásokat és az investitúra háborút el szakadtak a német-római császárságtól, és tulajdonképpen észak-itáliai városállamok jöttek létre. És ezeknek a Ezeknek a városállamoknak az élére legtöbbször egy-egy gazdag család került, vagy egy nagyon szűk gazdasági elit. Ezek közül a leghíresebbek a mediciek, akik Firenzét irányították ebben az időben. Időben egyébként a reneszánsz az úgy nagyjából a 13-tól a 16 Századig tart, és, mint mondtam, ez a megerősödött polgárság volt az, amelyik egyrészt ezt az új világszemléletet meghonosította, amiről mindjárt beszélünk, hogy micsoda, és amelyik a gazdasági erőt adta ahhoz, hogy azok a csodálatos képzőművészeti, építészeti műalkotások, amelyek a reneszánszban létrejöttek, ezek megszülethessenek. Na de beszéljünk egy picit arról, hogy mi is az ez mi, mi az, az új világszemlélet, mi ez az, az új, uh világlátás, ami a reneszánszt jellemzi. Az fontos tisztázni, hogy a reneszánsz az nem egyszerűen fölváltja a középkort, és nem is tagadja meg a középkort, tehát tulajdonképpen a középkornak egy, egy organikus folytatása. A középkorban azok a gondolatok, azok, azok a törekvések, amelyek függetlenek voltak az egyházhoz, vagy nem kötődtek a valláshoz, vagyis a világi törekvések, ezekből fejlődött ki ez az új világszemlélet, a maga a reneszánsz szó az egyébként újjászületést jelent. Ugye a magyar a franciából vette át ezt, a, ezt az elnevezést, és ez jelent egyfajta szellemi fellendülést is, ha úgy tetszik egy új szellemi virágkor. És mi az, ami újjászületik? Hát, ami újjászületik, az az antik, uh, római és az ennek gyökereit, sokszenhonul gyökereit adó görög művészet. Tehát ennek az. Egyfajta újjászületésére utal a reneszánsz elnevezés. Maga a művelődés történeti korszak, mint mondtam, úgy többé-kevésbé 1300-1600-ig tart, és természetesen nem, vágy, nem váltja fel elvágólagosan a középkort, egészen hosszú ideig egymás mellett létezik. A kettő, hiszen, ahogyan említettük már Vion is, hogyha azt nézzük, hogy mikor élt, akkor az már a Reneszánsz idejére esik, mégis az ő verseiben, az ő művészetében még egyértelműen a középkori világlátás jelenik meg. És a Reneszánsz ez egy úgynevezett korstílus, ami azt jelenti, hogy minden művészeti ágban és emellett a, a tudományban is megjelent, tehát az egész egész korszellemet meghatározta ez a reneszánsz világszemlélet, ez a reneszánsz világlátás. De ez persze nem jelenti azt, hogy ne keveredne más irányzatokkal, hiszen, mint mondtam, az elején még bőven a, a középkorba nyúlik bele, aztán a reneszánsz végén pedig majd a manierizmus, illetve a barokk az, ami megjelenik, és ezek sem elvágólagosan következnek, hanem, hanem több, hosszú ideig keverednek ezek a művészeti irányzatok. Na nézzük röviden, hogy, hogy miben más a reneszánsznak a világszemlélete, mint a középkori. Szerintem úgy lehet ezt a leginkább megragadni, hogyha összehasonlítjuk, hogy hogyan viszonyult a középkor az emberhez, a természethez, a földi élethez és Istenhez. Talán emlékeztek rá, hogy a középkornál azt mondtuk, hogy a középkori ember számára az élet az egy siralomvölgy. Ugye a kereszténység szempontjából nézve, ez a pár évtized, amit mi a Földön élünk, ez tulajdonképpen csak egy átmeneti szakasz az örökké valóságban, és hogy az életnek a valódi tétje az, az nem az, hogy itt a Földön mit csinálunk, hanem hogy ezután mi következik majd. Ugye itt a tét az embernek az üdvössége, az, hogyha majd eljön a, eljön a végítélet, akkor, akkor hová kerül a mennybe, vagy a pokolba. Most ezzel szemben már a reneszánsz az elkezdi értékelni, szeretni a földi életet, és ez természetesen ö, nem megy szembe az Isten hittel, hiszen pont azt mondja, azt mondja, a reneszánsz, hogy az élet az, az, az nem egy síralomvölgy, azon nem átrohanni kell, hanem, hanem az élet, az, élet, alkalmas arra, hogy ünnepeljük az isteni teremtés csodáját. Tehát tulajdonképpen a, a reneszánsz számára a földi élet az egy, az egy, hát ha úgy tetszik, egy csodás utazás, vagy egy csodapalotta, többféle metaforát is uh, lehet erre használni. Próbálok kicsit úgy ülni, hogy ne akarja ki a fél fejemet a dia. És ugyanez igaz a természetre is. A középkor művészete számára nem igazán érdekes a természet, a természeti tájak, csak annyiban érdekes, amennyiben Isten dicsőségét lehet zengeni a, a természet leírása által. Ezzel szemben a, a reneszánsz az, az elkezd érdeklődni a természet iránt. Tehát önmagáért is fontos lesz a természet. Így például megjelenik a, a tájkép, mint olyan. A reneszánszban jelenik meg az a szokás, hogy az emberek csak úgy kimennek a természetbe. Ö, tulajdonképpen korábban nem nagyon volt jellemző az, amit ma hát kirándulásnak hívunk, és az emberek akkor mentek a természetbe, hogyha valami dolguk volt ott. De a reneszánsz már, már elkezdi ezt szabadidős tevékenységként is folytatni, hogy kimenni a természetbe csak azért, hogy megnézze, megnézze a tájakat, és hogy, és hogy ö, tulajdonképpen itt is csodálja a természet szépségét. És mint mondtam, megjelenik a tájkép, mint önálló e, műfaj, vagy a festészetnek, mint önálló, mint a, mint a, festészetnek önálló témája, és erre hoztam egy nagyon-nagyon híres e, festményt a reneszánszból, ha semmi más nem ismertek, akkor a Monalizát biztosan ismerek, ismeritek, de most kivételesen azt kérem, hogy nem Monaliza titokzatos mosolyára figyeljetek oda, hanem arra, hogy milyen szép, szépen van Ábrázolva, milyen részletessége van ábrázolva a természet a háttérben, tehát hogy, hogy, hogy nem csak nem csak ez a nőalak a fontos, hanem hanem a háttér is. Igen? Pillanat. Tehát hogy a természet a szép és érdekes és fontos, és egy törekvéssé válik, hogy ezt minél pontosabban tudja ábrázolni a, a képzőművészet, ezért megjelenik például a perspektívikus ábrázolás, tehát, tehát képesek lesznek a festők térben valósághűen ábrázolni a világot. Ez a középkor szempontjából nem volt fontos. A, a reneszánsz viszont viszont már érdeklődik a, a hű ábrázolás iránt. És ugyanez igaz az emberi testre is. Ha emlékeztek, a középkornál azt mondtuk, hogy, hogy a, a test, abban lakik az ördög. Ugye a test az, az, a, az valami olyasmi, ami folyamatosan bőle csábítja az embert, és éppen ezért a, a kereszténységben nagyon erős az aszkézés gondolata. Tehát az, hogy a test szükségletét azt el kell nyomni, sőt, minél inkább sanyargatja az ember a, a testét, annál közelebb jut a, a szellemi épüléshez, és annál nagyobb az esély arra, hogy, hogy szellemileg megtisztul, és majd ugye, amikor véget, ér ez a síralom völgy, akkor majd a paradicsomba kerül. Ezzel szemben a reneszánsz az, az visszatér az antik művészethez abban, hogy tulajdonképpen csodálja az emberi testet. Tehát a reneszánsz számára az emberi test az önmagában szép. <laughs> és, és igyekszünk meg is mutatni az emberi testet a maga, maga teljességében, a maga, a maga ereje teljében. Tehát az emberi testhez való viszony is megváltozik. Most nem hoztam ide sok festményt, de érdemes megnézni például egy-egy középkori szobrot, vagy egy-egy középkori miniatúrát, miniatúrát a, a kódexekben hogy ott minden, milyen egyformán sápatag, mindenki ugyanúgy néz ki, tehát a test az tulajdonképpen csak jelzésértékűen értékűen van, nem is nagyon látszik még, akár a nemek közötti különbség is csak a ruházatból látszik. Ezzel szemben érdemes, például egy példát hoztam a Sixtus Kápolnából a, az utolsó ítélet részt, ahol, ahol Hát, ha megnézzük, hogy Jézus, akit szintén megszoktunk, hogy ilyen, ilyen sápatag, és sovány, és szakállas, és beesett az arca, ehhez képest ez a, ez a Jézus, ez nagyon szépen ki van pattintva, tehát az emberi testnek a, a, a részletes kidolgozás, és ez egy erős emberi test, ez nem egy, nem egy elnyomandó, gyötrendő emberi test, hanem, hanem egy, egy olyan test, ami megint csak Isten, az isteni teremtésnek a, a szépségét és a csodáját mutatja meg. Tehát egy szó, mint száz megváltozik az emberi testhez való viszony. És uh, ugye előtérbe kerül a személyiség. És ez érdekes, például a, a, a művészi öntudatnak a megjelenésében is. A középkorban a művész az Isten szolgája volt. Nem volt fontos, hogy fönnmaradjon a neve. Ugye Gondoljatok például arra, hogy, hogy a, a kevés ismert középkori uh, magyar magyarországi szerzőnek a az egyik leghíresebb középkori magyarországi szerzőnek a neve az, hogy névtelen, tehát anonimusnak, sem maradt fenn a neve, csak tipjeink vannak arra, hogy, hogy ki lehetett maximum a történészeknek, mert nem volt fontos a név. Ezzel szemben a reneszánszban már megjelenik a, a, szerzői öntudat és a művész, az már nem egy, nem egy, szolgálja a vallásnak, hanem egy tudatos személyiség, aki, aki, szeretné kibontakoztatni a képességeit. És úgy általában is a reneszánsz embereszménye az olyan ember, aki érdeklődik a világ iránt, aki, aki folyamatosan fejlődik, aki kibontakoztatja a képességeit, és nem csak, egy -egy, nem csak az életnek egy-egy területén járatos, hanem, hanem, minél igyekszik az élet teljességéből minél többet megtudni. Ugye a reneszánsz ember kifejezés az tulajdonképpen a polihisztor, akit, akit, mindenki érdekel, akit minden érdekel, és aki mindenről tud valamennyit. És, és míg a középkorban nagyon nagy kultusza van a szemlélődésnek, az imának, a lecsendesedésnek, a reneszánsz ember az ezzel szemben egy tevékenyebb, lendületesebb, agilisabb személyiség. És megváltozik az Istenhez való viszony is. A, a reneszánsz az nem egy vallás ellenes korstílus, tehát a, a világ Istentől való teremtettségébe vetett hit az ugyanúgy megmarad, a vallás is fontos, de egy jóval közvetlenebb viszony alakul ki Istennel. Tehát Isten az többé nem egy ilyen elérhetetlen, észre felfoghatatlan valaki, akihez képest az ember maximum egy kis pondró lehet, hanem, hanem egy sokkal közvetlenebb, úgy tetszik, bizalmasabb viszony szólal meg sokszor majd látni fogjuk, amikor egy-egy irodalmi, olyan reneszánsz irodalmi művet veszünk, amelyben Isten előkerül, például Balasinál, akkor, akkor látni fogjuk, hogy egy sokkal közvetlenebb viszony jelenik már meg. És ami még fontos, hogy ugyan a középkor sem tagadta meg teljesen a, az antikvitás kultúráját, de azért nem volt prioritás, hogy az ókori művészet, öm, műalkotásaival foglalkozzanak. Ezzel szemben a reneszánsz figyelme, az újra odafordul a kereszténység előtti, tehát úgy tetszik, pogány művészet alkotásai felé. Oké, ennyit a világszemléletről, és beszéljünk egy picit a humanizmusról, a humanizmus fogalmáról. Emlésztem, hogy amikor én gimnazista voltam, akkor nem nagyon értettem, hogy mi, a, mi, mi az a humanizmus, Valahogy így nem állt össze, hogy mi a különbség a reneszánsz meg a humanizmus között, és aztán valamelyik tankönyvben olvastam egy nagyon jó definíciót, hogy a humanizmus az nem más, mint a reneszánsz írásbeliség. Tehát a, a, a reneszánsz világszemléletnek, a reneszánsz életszemléletnek, a, a szellemi életben és a tudományban, a filozófiában megjelenő, meg, való megjelenését nevezzük tulajdonképpen humanizmusnak. Ez tulajdonképpen egy, egy magatartásforma, egy etikai norma, amelynek a középpontjában az ókori római és görög kultúra áll. És a humanizmusban újra előtérbe kerül az az gondolat, ami az ókori görög és római kultúrában is megjelent, hogy mindennek mértéke az ember. Tehát újra, újra megerősödik ez, a, ez az ember központúság a humanizmusban. De az fontos, fontos, tisztázni, hogy a humanizmus az nem egyszerűen csak lemásolni akarja az ókori kultúrát, hanem, az annak, hanem annak, a szellemiségét próbálja föltámasztani, és en, ebben a szellemiségben próbál valami újat létrehozni. Ami miatt, szint, ami miatt többek között nagyon fontos a humanizmus és a humanista tudomány, hogy, hogy ma sokkal-sokkal kevesebb ókori szövegről tudnánk, vagy sokkal kevesebb ókori szöveget olvashatnánk eredetiben a humanista tudósok nélkül, hiszen a, hiszen a humanizmus tudósai voltak azok, akik nagyon tudatosan kezdték kutatni az ókori szövegeket, lefordították ezeket, gondozták ezeket. Tehát tulajdonképpen a humanizmusban született meg a filológia tudománya, ami nem keverendő össze a filozófiával. A filológia az tulajdonképpen a szöveggondozást jelenti. Tehát amikor, amikor föl, föl, Kutatunk egy, fölkutatnak a tudósok egy régi szöveget, megvizsgálják ennek a, a, forrását, ha esetleg több szövegváltozat van, akkor ezeket összevetik, tehát ez a, ezt nevezzük filológiának és ez a tudományág a humanizmusban alakult ki. Tehát az ókori görög-római kultúra felé fordulnak a humanista tudósok, és nem csak tanulmányozzák ezeket a régi szövegeket, hanem magát, ezt az életformát, ezt, a, ezt az erkölcsöt próbálják újra föltámasztani, tehát megpróbálják a saját életükben meg Valósítani ezt az ókori emberközpontúságot és ezt a fajta kiegyensúlyozottságot. És természetesen nem csak a szövegeket igyekeznek felkutatni, hanem az épített emlékeket, szobrokat is igyekeznek föltárni, re restaurálni. Azért a középkor, hogyha nem is feltétlenül rombolta tudatosan, bár volt olyan időszak is, amikor a, amikor a koloszeum kövét elhorták házakat építeni. Tehát a középkor azért nem mindig bánt kesztyűs kézzel az ókori emlékekkel, de a reneszánsz elkezdi ezeket tudatosan föltárni, gondozni, restaurálni, tehát, tehát újra felfedezni az ókori kultúra emlékeit és aztán a idővel, a 15. századtól ez a humanista hozzáállás, ez szép lassan a, filozófiába, a politikatudományba, sőt a természettudományba is begyűrűzik. Ez ott érhető például tetten, hogy, hogy elkezdik az ember anatómiáját például részletesebben, tudatosabban vizsgálni. Ugyan Leonardónak még illegalitásban, Leonardo még illegalitásban tudott csak boncolni, és anatómiai rajzokat készíteni, de aztán egyre lendületesebben halad az emberi testnek a kutatása, fölfedezik például a vérkeringést, és, és a természettudományban is ez az emberközpontúság megjelenik, és kikerült tulajdonképpen a vallás fennhatóság alól. Ez egy lassú folyamat, persze nem, egy, nem megy egyik napról a, a, másikra, de azért elindul ez a folyamat. Na hát, nagyon-nagyon végighatarva ez lett volna egyfajta bevezetés a reneszánsz irodalmához, elnézést, hogy ilyen csapongó lett, itthon van a család, próbáltam valahogy összeszedetten megcsinálni ezt a videót, de azért, ha jól sikerült, és hasznosnak tanálod, és esetleg a csatorna többi videóba, videó, videójából is tanultál valami hasznosat, akkor iratkozz fel, hogyha pedig anyagilag is szeretnéd támogatni ezt a csatornát, akkor ezt megteheted a Patreonon keresztül, vagy a YouTube-on keresztül is egy egyszerű szuper köszönet vásárlásával. Hamarosan jelentkezem, újra addig is, sziasztok!